Ötödik napja tüntetnek a gazdák Németországban. A baloldali kormány megszorításai ellen tiltakoznak az elkeseredett termelők, akik továbbra is arra várnak, hogy valaki érdemben tárgyaljon velük. Azt mondják, kitartanak akár hetekig, hónapokig is. Közben a mozdonyvezetők befejezték a háromnapos sztrájkot, de nem zárják ki, hogy hamarosan újra kezdik. Pénteken is folyamatosan dudáltak az ötödik napja demonstráló gazdák a berlini brandenburgi kapunál. Továbbra is lezárva tartanak több forgalmi sávot, a parkolót is elfoglalták. A résztvevők elszántak, az elmúlt napokban többször is hangsúlyozták, ha nem teljesítik a kéréseiket, akkor hetekkel, sőt hónapokkal is meghosszabbítják a tüntetéseket. A gazdák helyzete azután fordult rosszabbra, hogy az olcsó ukrán gabona elárasztotta Németországot, és lenyomta az árakat, ami miatt veszélybe került a megélhetésük. Ezt követően a baloldali kormány bejelentette, csaknem 1 milliárd eurónyi támogatást vonna el tőlük, hogy betömjék a költségvetésben keletkezett lyukat. Szerda hajnal óta sztrájkoltak a német vasutasok is. Azóta a vonatközlekedés lényegében megbénult Németországban. A távolsági járatoknak csupán a 20%-a közlekedett. Kedves gazdák, nem elég, ha új választások lesznek, sztrájkoljatok tovább az EU végéig. Olvasható egy táblán, ezzel érkezett két fiatal a berlini demonstrációra, hogy a gazdákat támogassa. Megpróbálok minden nap kijönni, hogy támogassam a gazdák tüntetését, hozunk magunkkal plakátokat, beszélgetünk a gazdákkal. Egyre több a politikával elégedetlen ember Németországban. Egyre többen gondolják, hogy sok az olyan globális szervezet, amelynek befolyása van Németországra és egész Európára. Az lenne az ideális, ha alapvetően megváltozna a rendszer és közvetlen, valódi demokráciában élnénk. Magyarázta egy fiatal nő az M1 tudósítójának. Ne harapja kézbe, amely az ételt nyújtja. Olvasható az egyik táblán, az utakat lezáró gazdák úgy érzik, magukra maradtak. Hétfő óta vagyunk itt, és legalább jövő hétfőig itt is maradunk. A kormány hazudik, amikor azt mondja rólunk, rasszisták, fasiszták, nácik vagyunk. Évek óta nem figyelnek ránk olyanok, akiknek fogalmuk sincs a mezőgazdaságról, és elő akarják nekünk írni, hogyan kellene dolgoznunk, mondta egy elő-pomerániai gazda. A baloldali német kormány megítélésének nem használnak a tüntetések. A közvélemény kutatások szerint a kormány rendkívül népszerűtlen. Erről beszélt reggel a Kossuth Rádióban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatója. A háború okozta válság, az energiaárak megemelkedése, a gazdasági recesszió, ami úgy tűnik, hogy bizony ennek az évnek legalább a közepéig, ha nem a végéig kitart. A gazdasági nehézségek és a politikai döntéshozatali nehézségek összessége vezetett a jelenlegi helyzethez. Ha a gazdát tönkreteszik, az élelmet importálni kell. Az egyik táblán erre is figyelmeztetnek a tiltakozók. A Bild felmérése szerint egyébként a társadalom egyértelműen a gazdák mögött áll, csaknem 70%-uk támogatja a tüntetéseket. Nem csak a gazdák, hanem Noll Katalin, az M1 tudósítója is ötödik napja van az utcán, hogy beszámoljon a tüntetés eseményeiről. Őt kapcsoljuk most. Szervusz! Katalin, ma talán csendesebb nap volt, de hétfőre újabb csatlakozókat ígérnek. Maradnak a hétvégén is? Jó estét kívánok! Most a háttérben kivételesen a győzelmi oszlop látható. A brandenburgi kapu és a győzelmi oszlop között többszörösére nőtt a gazdáknak a száma. Ők valóban, ahogy említetted, nem csak a hétvégére készülnek, hanem a hétfői napra is. Ez lesz magának a tüntetés sorozatnak a csúcs rendezvénye. A gazdák arra készülnek, hogy itt töltik az éjszakákat lakókocsikban. Vannak, akik sátrakat hoztak magukkal, de olyanok is vannak, akik a traktorjaikban töltik az éjszakát. És hétfőre virradó hajnalban az ország valamennyi tartományából megérkeznek ide a gazdák, ezrek vagy akár tízezrek is traktorokkal és autóbuszokkal. Mindenképpen számítani kell arra, hogy a közutakat eltorlaszolják, fennakadásokra lehet számítani, akár az autópályákon, az autópályák felvezető szakaszain is. És a hírek szerint, a jelenlegi tervek szerint a brandenburgi kapuhoz érkezik majd a szövetségi pénzügyminiszter. Ez nem azt jelenti, hogy az álláspontok közelednek majd egymáshoz, hiszen a pénzügyminiszter korábban már beszélt arról, hogy egy ország anyagi helyzetének is megvannak a maga korlátai. Ugye a mozdonyvezetők egyelőre abba hagyták a sztrájkot, de más ágazatokban is nő az elégedetlenség?
A mozdonyvezetők egy időre hagyták abba a sztrájkot. Nem sokkal adásunk előtt a szakszervezet vezetője adott egy interjút azzal kapcsolatban, hogy karácsony után hagynak egy kis időt a menedzsmentnek, ahogy ő fogalmazott, hogy kiózanodjanak. Úgy tűnik, hogy tárgyalóasztalhoz ülnek ismét a felek, de hogyha nem sikerül megállapodni a csökkentett munkaidőről és a béremelésről, akkor a mozdonyvezetők is hajlandók folytatni a sztrájkot, de itt a gazdákhoz csatlakoztak már a szállítmányozók, a vendéglátóipari dolgozók, hiszen ők azt mondják, hogyha a helyi élelmiszer előállítási költségei növekednek, akkor maga a helyi élelmiszer is drágább lesz, és már hetekkel, sőt hónapokkal korábban tüntettek más ágazatok is, az egészségügyi dolgozók, illetőleg a közféra dolgozói, ők valamennyien béremelést követelnek, tehát gyakorlatilag fokozódik, egyre szélesebb körűvé válik a társadalmi elégedetlenség Németországban. Noll Katalinnak Berlinből köszönjük szépen!